Tamásiban 500 millió forintos kormányzati támogatással megvalósuló fejlesztést hajtottak végre Magyarország egyik piacvezető bútorgyártójában. Az elmúlt hat esztendőben telephelyükön fénybútorokat készítettek, ez most egészségipari bútorok gyártásával egészül majd ki, mondta a tulajdonos. A tavalyi évben 8,4 milliárd forint átbevételt elérő cégcsoport 2016 óta működteti a 2500 négyzetméteres helyet, ahol jelenleg 25-en dolgoznak. A jelen beruházás keretében nagy teljesítményű stancológépet, csőlézert, csőhajlító, élhajlítógépet, hegesztőgépeket szereztünk be, és ez arra adott lehetőséget, hogy két cél megvalósuljon. Az egyik Magyarországon első olyan magyar gyártó, aki MDR minősítésű intenzívágyat tud gyártani. Ezen kívül, mivel a koronavírus járvány kirobbanásakor mi a Kiskunhalasi mobil kórház butorozásában aktív szerepet tudtunk vállalni, ahol nagyon gyorsan kellett jó hatékonysággal fellépni. Mi ezt a kapacitást szerettük volna a fém vonatkozásában is létrehozni, és így bármilyen hirtelen felmerülő igényre gyorsan tudunk reagálni. Az intenzív ágy gondolatunk már korábban megszületett, tehát a fejlesztés az elindult, mi egyszerre nagyon sok mindent fejlesztünk, tulajdonképpen az életünk folyamatos fejlesztés, de a koronavírus járvány ezt felgyorsította. A Paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolnamegye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője beszédében fontos feladatként jelölte meg a régió fejlesztését és ebben a munkaerő térségben tartását. Egyúttal gratulált a zsaládi vállalkozásnak az évtizedek alatt folyamatosan végrehajtott fejlesztésekért. Mint hangsúlyozta, nagyon fontosak az itthoni technikai vívmányok. Az ünnepélyes átadó eseményen jelen volt Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiai és parlamenti államtitkára is, aki emlékeztetett rá, hogy az elmúlt 10 évben a kormány megerősítette a vidéki vállalatokat. Ez idő óta a magyar kisvállalatok tevékenysége 3,5-szer gyorsabban nőtt, a magyar ipar pedig 4-szer gyorsabban bővült, mint az Európai Uniós átlag, mondta Sanda Tamás. 500 millió forint támogatást tudtunk biztosítani számukra, hogy olyan egészségipari fejlesztéseket hajtsanak végre, amely mindannyiunk biztonságához szükségesek. Hiszen a koronavírus járvány is megerősített bennünket abban a tudásunkban, hogy a magyar emberek, a magyar vállalkozások akkor vannak biztonságban, ha minél több mindent saját magunk vagyunk képesek előállítani. Ezért fontos az egészségipar fejlesztését szolgáló programunk, amelynek része ez a fejlesztés is. Saját magunk legyünk képesek előállítani minden olyan eszközt, minden olyan felszerelést, amire ez, amikor baj van, akkor szükség van. Tamási város önkormányzata törekszik arra, hogy a település vonzó legyen a vállalkozások számára. Az elmúlt években is utakat építettek és újítottak fel, valamint egy transzformátor állomást is létrehoztak, ezzel segítve az ott működő és betelepülő vállalkozásokat. A város életében lehetnek különböző álmok, és ahhoz, hogy ezek az álmok teljesüljenek, biztos alapok kellenek, és a gazdaságfejlesztés az egy ilyen dolog. És nagy öröm számunkra, hogy azért Tamási mégiscsak egy 8000-es kis település révén kimagaslóan teljesít ez ügyben. Hogy mondjam, szuperszónikus sebességgel megy előre, és nem hátra, hiszen ez a nagy beruházás is csak egyike azoknak a nagy kormányzati támogatásoknak, amely a város több pontján valósul meg. Ennek két nagyon fontos előnye, értéke van. Az egyik a hosszú távú kiszámíthatóság, a másik pedig az, hogy olyan magas minőségű munkahelyek jönnek most már létre, ami nem az egyszerű összeszerelő üzemek megjelenése, az olcsó munkaerő tömeges foglalkoztatására fókuszál, hanem egy olyan hosszú távon akár egészségipari, akár élelmiszeripari, akár autógyártó beszállítói technológiák továbbfejlesztésével hosszú távú biztos alapot nyújtott az itt élőknek, a környékben élőknek, hogy a munkahelyek biztos lábakon álljanak, és azok a cégek pedig akár exportképességükkel, akár technológiaikkal megállják a helyüket bárhol a világban. A munkaerőfejlesztési járászatberuházás az egy természetes dolog, de itt nagyon hangsúlyos, amit a beszédmondók is elmondtak az átadás során, hogy egy olyan hiány cikk kerül magyar gyártásra, egy olyan magas minőségi intenzív ágygyártása kezdődik el, amiben Tamási üzem is segít, ami hiányzik volt, és azért a mindenkiünk megélte ezt a koronavírusos időszakot, amikor ment a világban egy rohangálás, hogy melyik eszközt honnan tudjuk beszerezni. Hogyha Magyarország képes ezekben a helyzetekben saját maga helytállni, ez egy óriási biztonságot jelent, mert akkor bármifajta korszak jöhet, ez az egészségipari termék rendelkezésre áll, és nem vagyunk kitéve gyakorlatilag kénye kedve szerint a külföldi beszállítóknak, úgyhogy ez egy nagy erő, azon túl, hogy mondjuk fajlagosan jelent 10-20-30-40 új munkahelyet.
A település terveiben továbbra is elkötelezett a vállalkozásokkal való sikeres együttműködésben, hangzott el az átadón.